Szevasztok, vadok! Na... Na, ide került ez is. Nézzétek? Ez is ide került. Egy jó kis Johnny. De miért ez még valaki azt, hogy megvettem? Nem. Takarításra van itt. Joe bácsival megegyeztünk, hogy ő megcsinálta a 372-met, én meg szépen eltakarítom neki a Jonesy-ját. Na, szóval gyertyacsere. Sokan kirögtetek, hogy annyi gyertyát vettem, de hát azt csak azért vettem, mert olyan olcsó volt a gyertya, hogy drágább lett volna a szállítás, és akkor úgy gondoltam, hogy mindegyikbe veszek. Legyen itthon tartalék. Így legalább van gyertyám. De igazából a 2001 CD-ben mindenféleképpen ki akartam cserélni a gyertyát, meg ki tudja, hogy milyen van benne, meg mióta, mondom, az legyen cserélve. Na, megnéztem, hogy mi a gyári. Fú, nagy összevisszaság van. Hát a gyári a... Hát most érdekes, mert van olyan manuál, amiben a gyári a Bosch, a VSR 8F, és van olyan manuál, on meg a Championból a RCJ6Y írja gyárinak. Ez azért fura, mert ugye a gyertyáknak van egy hőértékük. Ugye megkülönböztetünk hideg meg meleg gyertyákat. A meleg gyertyákat nevezik alacsony hőértékű gyertyákat nevezik meleg gyertyáknak. A magas hőértékű gyertyákat ugye hideg gyertyának. Ugye ez azért alakult ki, mert a gyertyának is van egy üzemi hőmérséklete, és ugye ez egy kis, és hát pontosabban az alacsony hőértékű gyertya, ugye az azért hívják meleg gyertyának, mert hamar eléri az üzemi hőmérsékletet. A másikat meg ugye azért hívják hideg gyertyának, mert ugye minél magasabb a hőértéke, annál magasabb az üzemi hőmérséklete, ugye annál nagyobb hőterhelést bír ki. Na ugye azért fontos, hogy mindig megfelelő hőértékű gyertya legyen a gépben, mert ugye egy magas hőértékű gyertyát beraksz egy olyan gépbe, amiben alacsony hőértékű kell, akkor előfordul az, hogy be fog égni a gyertya, mert nem tud öntisztulni. Ugye sose éri el az üzemi hőmérsékletét, ezért nem lesz megfelelő a szikra. Az alacsony hőértékű gyertya, az meg túl tud melegedni, és az is probléma, hogy megint nem lesz jó a szikra. Plusz a gyújtásrendszert is haza tudja vágni, a gyújtótekercset is, hogyha nem megfelelő hőértékű gyertya van. Sőt, elvileg az alacsony hőértékű gyertyánál, ha nem megfelelő, olyan helyre teszed be, ahova magasabb hőértékű kell, akkor még előgyújtást is okozhat. Ez azért fura, mert például, ja, és számokkal jelölik itt, például ugye vannak a betűk, azok a gyertyának a kialakítása, hossza, hányas kulcsnyílás, milyen anyag, iridium gyertya, blablabla. Bla. A legfontosabbak a számok, ugye azok jelölik a hőértéket. Általában, és hát a legtöbb gyertyánál, a Boschnál, a Championnál, meg a nem is tudom minél, minél kisebb a szám, annál kisebb a hőérték, minél magasabb a szám, annál nagyobb a hőérték. Az NGK-nál pont fordítva van, ott minél nagyobb a szám, annál kisebb a hőérték, és minél kisebb a szám, annál magasabb a hőértékű. Még egy-két japán gyártónál azt hiszem így van, de lényegében érdemes mindig utána nézni, hogy éppen milyen gyertyával van dolgunk, nehogy megzavarjanak a számok. Plusz ugye vannak átfedések is, mert ugye nem csak Bosch gyertya jó, amiben az volt, abban rakhatsz másikat is, csak a hőértékre mindig figyeljetek. Meg hát vannak táblázatok, megnézitek, ennyi. És itt felállt egy furcsa helyzet, mert gyárilag nekem a Boschnak a VSR 8F-jével írja az egyik manuál. A másik manuál pedig a Champion RCJ6Y-nal. Igen, de a VSR 8F-nek a kiváltója Championban az RCJ 8Y, szóval magasabb hőértékű. És megnéztem a NGK-ba is, és ott is magasabb hőértéket ír. Elvileg a Championból a 6-os az ugye alacsony hőértékű,
és Boschból is, meg NGK-ból is magas hőértékű gyertyát ír hozzá. Hát RCJ8-at nem vettem, mert ugye én csak a régi másik manuált néztem, amiben a 6-os írt. 6-ost írta, hát van 6-os gyertyám, de rakunk bele egy 7-eset, mert Bosch nem vettem, eszembe se jutott. Megnézzük majd most, hogy mi van benne, mert én meg se néztem, de egy RCJ7Y kerül bele. Na nézzük. Na mindegy, ezt lerakom, mert erről nem lesz videó, mert ezt majd szépen eltakarítom. Most majd annyit megmutatok, hogy hogy néz ki. Milyen retek. Szóval ez ilyen. Milyen dzsúvás, ezt szépen szétkapom. És faszán eltakarítom Zsó bácsinak. Meg az új gazdinak. Azt gondolom, eladó lesz. Ennyi. Ez megy ide vissza, azt majd takarítás. Na, gyertyacsé. Ennél közelebb nem tudok, de így talán. Nézzük. Azt nézem, hogy régen nem volt egyszerű egy gyertyacsere, mondjuk az erdőn. Csampipi van benne, és RCJ7Y van benne. Na. Nyissunk egy 7Y-t, azt nézzük meg, hogy milyen. Hát, az ilyennek semmi baj nem volt. Mindegy, kap egy újat. Látjátok, annyi a különbség, hogy ez még a leszedhető tetejű, ez már nem. Na, mindegy, ennyi. No, hát ez ennyi volt. Ez hatalmas gyertyacsere. Ez is új. Nagyon finoman lehet vele dolgozni, plusz elég finoman állítható, mennyi ide nézzetek. És akkor biztos, hogy nem szakítod át a műanyagot. Kösz.
nem próbálom meg beindítani, de tuti nem fogom tudni beindítani. Mindegy, egy gyertyát kicseréltem, az a lényeg. Ezt azért elrakjuk. Nem baj, az, ha megvan. Végül is működött ezzel is. Tarcsiba jó lesz. Berakjuk a másik mellé. Fölkerül a bolcba. Na hát ennyi. Komoly nagy munka volt. Megint. Próbáljuk meg beindítani, mégiscsak hát, ha nem bírom beindítani. Biztos, hogy nem fogom tudni beindítani, amilyen szerencsétlen fasz vagyok. Nézzük. Hát megint lábba visszajönt a szivatorja. Simán el tudok baszni egy eltöcserét, de úgy látszik, hogy ez még azért nekem is megy. Na, hát ennyi volt a eltöcsere, meg a gyertyákról egy rövid szeszene. Aztán állok neki Joe bácsi Jonzer egyének kitakarításához. Láttátok, hogy milyen retkes. Majd látjátok tisztán is. Szevasztok! Majd hozzáteszem ennek ehhez a videónak a végére, hogy milyen lett a Jonesy. Na cső! Na hello! Na ígértem, hogy a Joe bácsival... Joe bácsinak letisztítom a Jonzer egyét, mert ő beállította a 372-t. Hát kész lett. Hát gyerekek, ennyi zsíroldot, meg ennyi ízét, amit én elhasználtam. Igazából szét kellett volna teljesen szedni, de hát én nem tudom, meg nem is akartam. Így is majdnem baj lett. Már mechanikus a gyújtása, azt mondta Joe bácsi, és ez nem szereti a zsíroldót, meg ilyeneket. Hát én megadtam neki. De szikra van. De nem indul, én meg nem basztatom. Szóval nem basztatom. Jelet. Ahhoz képest, amilyen volt. Tök jó. Szerintem. Itt is ezt kikalapáltam. Be volt hajolva. De hogy ez mennyire tek volt. Hát most patika. Hát már amennyire egy ilyen, mit tudom, 30 éves gép patika tud lenni, de szép állapotban van. Na, hát ez ilyen. Kész. Egész jó lett. És még ezt sikerült beszerezni. Na, mindjárt kipróbáljuk. Hozok hozzá kulcsot. De most csak sima kulcsot, hát ha eltörik. Vegyem ki az alsóból. Ki fér? Persze nem fér ki. Rajd meg. Na nézzük. Keresünk egy 19-eset. Pont az utcsó. Mindjárt ki is próbáljuk, mert már föltöltöttem. Nem szeretem a Makitát, de ez volt jó áron. Ez a DTV 1002-es 1000 newton tud. Fokozatokat lehet rajta állítani. Ugye megnézzük a jó Suzuki-n. Ó, geci.
ez bika. Na, hát ez elég bika. Itt lehet állítani az erősséget, ha nevesszük a legkisebbre. Úgy is bőven jó. Azért bikában így gumisnak jobb a bika. Ó. Hát ez egy igen vad kulcs. Jó szolgálatot fog nálam tenni, legalábbis remélem. Azt majd meglátjuk, hogy milyen rezges csillapítós a nyél. De itt lehet a erősséget állítani, meg a lámpát bekapcsolni. Valahogy. Egy másodperc nyomva kell tartani. Hát ez... Aha, ott van, felgyulladt a lámpa. Kikapcsoljuk, mert nekem úgyse kell. Puszit hátul a töltést lehet nézni. Mekkora töltésem van. Ilyen. A szénkefe nélküli motor elvileg azt hiszem az azt jelenti a BL motor. Hát ez van, de a lényeg az ez. A jó Jonesy. Na. Majd felrakom ezt is akkor a gyújtógyertya végére. Na, sziasztok!